Sziasztok! Tegnap hirtelen sült húst csináltam a Nikinek, 2 nagy szeletet, és 2 nagy szelet rántott húst. Itt van. Menjél csak be! Na, menjél! És annyira kemény volt a hús, hogy már nem tudtam vele mit csinálni. Úgyhogy ma leszedtem a panírt róla. Nem tudom, valami... Ugye ezt a csomagolásba volt ez a dobozokba vettem a húst, hogy már jól lesz a gyereknek, mert ugye én nem eszek disznóhús, csak ő. És annyira öreg volt a hús, vagy nem tudom, hogy leszedtem a panírt róla, összevágtam csikokra a húst, a hirtelen sült húst úgy szintén csikokra vágtam, pároltam sárgarépát, ugye tegnapról maradt a krumpli, pároltam sárgarépát, megpároltam vele a húst, hogy jó, meg legyen most már főve. Belekevertem a krumplit, ez lesz a mai kajája a Nikinek, meg lehet, hogy holnapra is jut, mert tegnap ilyen zöldséges gombaleves csináltam, úgyhogy az kész, úgyhogy megint itt vagyok a konyhába. Mutatom a pizzát. Itt van a pizza, ugye ez tortillából van nekem. Ez nekem olyan 3 napra elég. Van alul itt benne sajt, ugye az vegán sajt, azért ilyen nem olvad úgy, mint a másik. Akkor paradicsom sonka. Itt van, mi ez? Ezt a pizzakrémet szeretem nagyon, ezt a régi Univer pizzakrémet. Ezzel megkentem alul fölül, még jön rá egy kis sajt, kukorica, meg paradicsom. Ezek vannak rajta, és ez nekem 2-3 napra elég, ugye én egyszer eszek rendesen, aztán ilyen gyümölcsös smoothie-kat iszok, úgyhogy ez lesz a mai kaja.